Jó napot kívánok, ez a Kék Lámpások májusban, itt a Fehérvár Televízióban. Tartsanak most is velünk! A jópap holtig tanul, és természetesen a Fejér megyei rendőrök is addig tanulnak, amíg csak szolgálatban vannak. Évente különböző kiképzéseken vesznek részt, ilyen például a lövészet, a vezetéstechnika vagy az intézkedés taktika, mely gyakorlatok mind-mind azt a célt szolgálják, hogy a megye rendőrei biztonságban és hatékonyan tudják végezni nap mint nap a feladataikat. Kocsmai verekedés, gyakori eset Fejér megyében, sokszor kerülnek a rendőrök ilyen és ehhez hasonló helyzetbe a hétköznapi munkájuk során. A két fiatalember valószínűleg nem csak részeg, kábítószert is fogyasztott, csúnyán összevesztek a kocsmában. A pultos megpróbálta jobb belátásra bírni a vendégeit, nem járt sikerrel. A kocsmáros végül nem tehetett mást, rendőri segítséget kért. Két személy verekszik, a pultos, a kocsmáros telefonált be, hogy szétverik a kocsmáját, menjetek ki, legyetek szívesek a helyszínre. A járőr páros a bejelentés után azonnal a helyszínre sietett. Az egyenruha látványa azonban a verekedő férfiak eddig sem túl nyugodt kedély állapotát igencsak felkorbácsolta. Legyen a fegyverbe, fegyver fogunk használni! A lövések jelentették az incidens végét, szerencsére ilyen súlyos kocsmai verekedés nem sűrűn fordul elő, a rendőröknek azonban mindenre fel kell készülniük. Lőfegyver használva történt. Egy személy megsérült, a támadó, mentőt kérek a helyszínre, kettőt a helyszín biztosítva. A támadón kívül egy fősérült van, hogy a támadó bántalmazta a felsérült. Ez a szituáció is gyakorlat volt az egyenruhások számára. A lövések szimulációs pisztolyból dördültek, így valójában senkinek sem esett baja. Ezek az extrém szituációk mindig arra vannak kihegyezve, hogy a rendőrök stressz alatt intézkedjenek, stressz alatt oldják meg ezeket a feladatokat, amik elé állítottuk őket. És ezt követően, hogyha ez megvan, hogy a házadottságaiból fakadólag, a taktikai házadottságaiból fakadólag mind a hangot, mind a képet rögzítjük, tehát amit a rendőrök mondanak, amit a jelzők, úgynevezett jelzők, az elkövetők mondanak, azt is vissza lehet hallani, vissza lehet nézni. Ezek után ugye szakmai szemmel kielemezzük ezeket a szituációkat, és rávilágítunk azokra a pontokra, amiket a rendőrök jól csináltak, illetőleg amiket még lehetett volna másabbképpen, annak érdekében, hogy minél biztonságosabban tudják végrehajtani az intézkedéseiket. Az intézkedés taktikai házat pont ezért hozták létre 3 évvel ezelőtt, hogy a rendőrök éles szituációkban tudjanak helytállni azért, hogy valódi helyzetekben semmi se érhesse őket váratlanul. Óriási fejlődésen mentek, hál' Istennek, keresztül a rendőreink, tehát azért a folyamatos gyakorlás, amit a taktikai házban biztosított számukra, ez most már azt mondhatom, hogy nekünk is sokkal komolyabb feladatunk van, hogy a rendőröket egyrésztről, hogy kihozzuk őket kvázi a sodrukból, vagy hogy egyáltalán, ugye itt az a lényeg, hogy minél magasabbra tegyük a stresszfaktort, és ezáltal ugye minél magasabb az embernek a pulzusa, annál kevésbé tud gondolkodni, és kevésbé tud higgadt döntéseket hozni. Most már azért erősen meg kell dolgozni azért, hogy a rendőrök elveszítsék ezt a kontrollt, és elkezdjenek ösztönből dolgozni, és úgy megoldani a feladatokat.
És ugye ez azért nagyon fontos, hogy ilyen feladatok, vagy ilyen dolgok elé állítsuk a rendőröket, hogy minél jobban megtapasztalják azt, hogy ha nyugodtak maradnak, akkor át tudják gondolni azt, hogy a jogszabályok és a rendelkezésre álló kényszerítő eszközökkel meg tudják oldani azt a szituációt. Ha valaki ösztönből elkezd dolgozni, akkor az nem biztos, hogy mindig a tökéletes megoldáshoz fog vezetni. Újabb fegyverdörrenés, ezúttal egy házkutatás végződhetett volna tragédiával akkor, ha a rendőrök nincsenek résen. A kiképzők azonban most sem tudtak kifogni az egyenruhásokon. Jelentem, a lakásban lőfegyver használat történt. A férfi testvére lőfegyvert használt velünk szemben, viszonoztuk a tüzet. A támadó megsérült, mentőt kérek a helyszínre. Az intézkedés taktikai házat úgy alakították ki, mint egy valódi otthont. Van benne előszoba, háló, fürdő és konyha is, ráadásul az épület egy kocsmának is helyet ad. Ami miatt azonban inkább egy valóságsó helyszínének tűnik, az a kamerarendszer, amit azért alakítottak ki, hogy az intézkedéseket elemezni tudják. Minél képzettebb a rendőr és minél szakszerűbben tudja megoldani a feladatát, igazából az állampolgár annál kevésbé sérül ebben a dologban, annál kevesebb problémája lesz ebből, akár a bilincselésnél, akár itt akár egy magánlakásban vagy közterületen történő intézkedésnél. Balesethez sietnek a fehérvári rendőrök, az egyenruhások szirénázva igyekeznek a helyszínre, hiszen minél előbb odaérnek, annál hatékonyabban tudják menteni, ami még menthető. Kéklámpás autót azonban nem vezethet mindenki, és a folyamatos képzés ebben az esetben is garantált. Hogy valaki a belügyminisztériumnál dolgozik, akkor ahhoz, hogy egyáltalán a belügyminisztérium tulajdonában lévő bármelyik autóba beüljön, ahhoz tesz egy alapvezetéstechnikai, úgynevezett alapvezetéstechnikai képzést, ezt megszerzi, ezzel vezetheti a gépjárműveket. És akkor, hogyha megkülönböztetett jelzésű gépjárművet szeretne vezetni, az viszont már egy 40 órás, 4 napos tanfolyamon kell részt venni. Itt van egy nap, egész nap elmélet, ahol foglalkozunk elméleti dolgokkal, elmegyünk egy nap ilyen körülbelül 300 kilométeres távvezetésre az országba, ahol különféle úttípusokon vezetetjük a kollégákat, valamint van 2 gyakorlati nap, ugye a végén a 4. napon ott vizsgával zárul ez az egész, egy ilyen idős stressz alatti vizsgát kell végrehajtaniuk. Aki megfelelt, az mehet meg különböztető jelzéssel, aki nem, az nem. Nem kell a rendőröknek jobban tudni vezetni, mint az átlag embereknek. Az átlag embereknek kellene annyira jól tudni vezetni, mint amennyire egy olyan embernek a kivezetéstechnikai tréningeken vesz részt. Mi próbáljuk a rendőr kollégákat minél többet vezettetni, minél több vezetéstechnikai tréningre elvinni. Egyébként ugye a megkülönböztetett jelzéssel való közlekedés az egy fokozott stressz alatti vezetés. Esetleg ebből többet, de maga a vezetésből nem kell többet tudniuk. A Nagytétényi Rendőrségi Központban a nemrég kapott új autókkal tréningeznek az egyenruhások. Olyan fajta feladatokat állítunk össze a vezetéstechnikai tréninges pályákon, ami mindig közúti forgalmi szituációkat imitál. Tehát mi itt felépítünk egy pályát, van nagyon sokféle gyakorlat, amit tudunk imitálni, és ezek mind kinn az életbe, ezt rá lehet ültetni a közlekedési pályára, itt akár sávváltás, akár fékezés, akár kikerülés hirtelen, ez mind benne van ezekben a gyakorlásokban. A stresszt az semmi másra nem lehet csökkenteni, csak gyakorlással. Vészfékezésekkel megállítani teljesen nullára az autót. Minden sofőr 3-szor megy végig a pályán, 30, majd 40 és 50 km/órás sebességgel. 50-nel mentünk, szlalom, meg a végén 60-nál vészfékezés. Hát egy picit kisodródtunk ott a végén. A vezetéstechnikai képzések legfontosabb célja az, hogy a rendőrök és persze a közlekedők is biztonságban legyenek.
balesetek mindig előfordulnak, sajnos addig, amíg az autókat emberek vezetik, addig ezek a balesetek elő is fognak fordulni. Nagyon sok tényező van, itt szokták mondani, hogy minél fejlettebb az autó, minél több elektronikával van ellátva, annál inkább biztonságos. Ez csak részben igaz. Tehát itt azért a fizikának vannak különféle törvények, amiket nem lehet figyelmen kívül hagyni. Egy autó nem tud helyettünk vezetni egyelőre, még ott nem tartunk. De leginkább vagy a stressz alatti vezetés szokott, ami problémát okoz, vagy a figyelmetlenség nálunk is, ugyanúgy a rendőr kollégáknál, mint az életben, simán a közúton, közlekedési balesetnél, és még mindig hál' Istennek ott tartunk, hogy a kisebbik része az, amikor megkülönböztető jelzéssel vezetnek, és sikerül balesetet szenvedniük, vagy okozniuk a kollégáknak. Nálunk is több baleset inkább abból ered, hogy simán közúti közlekedés folyamán kisebb koccanásos balesetekben vagyunk részesek, vagy szenvedőfelek. Ami ahhoz kell, hogy egy lehetséges támadás elhárítására legyen időnk, azt a távolságot fent tudjuk tartani. Intézkedés taktika. Ez is egy olyan rendőri tudás, melyet rendszeresen fejlesztenek az egyenruhások. A legközelebb dolga, hogy az intézkedés alá von személyt figyelje, és a környezetet, hogy így köztünk, amikor dolgozunk, akkor ne lehessen már átsétálgatni. Mindegyik rendőri intézkedés más és más, a legfontosabb szabályokat, úgy mint például a törvényesség, a hatékonyság és a biztonság, mindegyiknél szem előtt kell tartaniuk a rendőröknek. Én bekerültem az intézkedés alá van személyt, ott az intézkedő rendőr, ami egy ilyen ütőtáv, hogyha én intéz megpróbálom, akkor azonnal tudjon rá reagálni. A rendőrök éppen az úgynevezett távolságtartást gyakorolják a tornateremben. Ez a mozdulat nem számít testi kényszernek. Az egyenruhások többnyire akkor használják, ha intézkedés közben valaki olyan közel kerül hozzájuk, ami már nem biztonságos számukra. Egy biztonságos távolságot kell tartanom nekem, mint intézkedő rendőrnek. Az a célom, hogy hazamenjek a családomhoz. Nekem is. Minden nap ez a célom. Ezért vannak elvek. Hogy ezt hogy tudom megtenni? Egyik ilyen elv, amit a biztonságos távolság, amit a gyakorlatban így tartunk meg, hogyha valaki közelebb akar, a kelleténél közelebb akar jönni, akkor megállítjuk, de ez még nem erőszakos, nem elbeverjük, nem rúgjuk fel, nem visszük a földre, csak megállítjuk figyelmeztetően, hogy ez még nem minősül testi kényszernek sem. Az intézkedés taktikai képzés nem csak gyakorlatból áll, számos kommunikációs stratégiát is elsajátítanak ezek alkalmával a rendőrök. Minden, ami kapcsolatos egy rendőrintézkedés eredményes végrehajtásával, itt eszközökről, meg elvekről is beszélünk. A rendelkezésre álló eszközöket, hol, hogyan, mikor, melyiket használjuk, mitől lesz hatékony, mire kell figyelni. A rendőrök, azok emberekkel dolgoznak. Emberekkel dolgoznak a legnehezebb. Ráadásul az intézkedő rendőr és az állampolgár viszonya az elég kényes. Akit megszólít egy rendőr, intézkedése teljesen mindegy, hogy milyen okból, ha csak kérdezni szeretne tőle valamit, akkor is felmegy a pumpa, egy fokozati ideg állapotba kerül. Ezt minden rendőrnek tudnia kell, és erre fel kell készíteni a rendőröket, hogy az alapvető kommunikációnál kezdődik a hatékonysága a rendőrintézkedésnek. Ezért próbálunk valamelyes pszichológiai ismereteket is átadni ezeken a képzéseken, hogy mire számíthatnak, és azt a fajta viselkedést, azt hogy tudják kezelni, és csak ezután beszélgetünk arról, hogyha szükséges, akkor hogy tudjuk azt a birtokunkban lévő legitim erőszakot alkalmazni, kikényszeríteni az általunk kívánt vagy törvényes célt a lehető legkevesebb sérelem okozásával is. Most nem feltétlenül a fizikális sérülés okozásáról beszélek, hanem azért az érzelmileg megviseli egy intézkedés alá vont személyt. Amit mi próbálunk átadni, az a szemléletet, hogy a rendőr is ember.
Értem én, hogy van óriási hatalom a birtokában, törvényeket, szabályokat kell betartatnia, és ezt rá kell kényszeríteni a másokra, de ezzel a hatalommal élni kell, nem visszaélni. És a visszaélés az már ott elkezdődött, hogy valaki nem megfelelően tekinti partnernek, tehát az állampolgárnak mindig az a célunk, ugye az van mindenhol felírva, hogy szolgálunk és védünk. Tehát a cél az a partnerség kialakítása a rendőrség és az állampolgárok közt. Akkor tudjuk hatékonyan segíteni, mi akkor tudunk többet segíteni, akkor tudunk megvédeni, hogyha ők együttműködnek velünk. Ez nem lehet, ez nem működik ellenséges alapon. Két kezét emelje fel maga előtt, hüvelyébe nézzenek lefelé. Egy picit nagyobb tervezben állja, maradjon így. És jövök ide hozzá. A bilincshez még nem nyúltam hozzá. Oké? Ha megvan a kontrollom, ő kontroll alatt van, akkor matatok a bilincsért. És amit szerintük nem lehet elégszer gyakorolni, az a bilincselés. A bőrreflex sokkal gyorsabb, mint a szeme. Ha ő megmozdul, azonnal tudom érzékelni, azonnal tudok rá reagálni. Alsó szemet fogom rátenni, nem ráütöm. A bilincseléstől nem lesz mozgásképtelen az, akit előállít a rendőrség, de hogyha ügyesen csinálják a rendőrök, akkor nem tud kárt okozni sem magában, sem másban a delikvens. Veszélyes. Míg így áll a két keze. Hajrá! Oké, már nem tud eszközt használni. Üss meg! Matán Csaba azt mondja, egyáltalán nem feleslegesen járhatja a száját, tapasztalatai szerint ugyanis a megyei rendőrök mindennapi munkájuk során hasznát veszik a képzéseken elhangzottaknak. Nekem az a sikerélmény, amikor azt látom a városban autózva, hogy az intézkedő rendőrök azok úgy csinálják, ahogy ők ezt tanulták, komolyan veszik, mert ez a saját biztonságuknak az áloga. Volt egy olyan napunk, amikor taktikai házas képzést tartottunk, és az itt jelenlévő állomány, egész nap azt súlykoltunk, hogy beszéljetek egymással, adjátok át az információt, ki mit lát, hall, mit tapasztal, hogy legyen információ mindenkinek, táguljon a térkép a fejében, hogy mi zajlik körülötte. Egész nap ezt gyakoroltuk. Ahogy innét beültek az autóba, riasztást kaptak, egy késsel fenyegetőző ember, valahol egy lépcsőházban, és rohantak fel, nem tudták, hogy akkor éppen hol van az ember, és szembe találkoztak a rendőrök és az ember egy nagy konyhakéssel, és az egyik rendőr abban a pillanatban, hogy meglátta, automatikusan az itt tanultak alapján ordította, hogy kés, kés, kés. És aki szemből a lépcsőfordulóban érkezett, az erre állt meg, és előtte tudott úgy elfutni az ember, hogy nem futottak egymásnak, hanem utána nyúlva már akkor le tudták vinni a földre, és meg tudták bilincselni, elfogták sikeresen, és utána megköszönték, mert ha akkor nem kiabál a kollega, hogy kés, akkor ők összefutnak szembe, és lehet, hogy belerohanak egy rendőrünk a késbe. Nekem ennél több nem kell. A megyei rendőrség kiképzési csoportja első segélynyújtó tanfolyamot is tart rendszeresen az állománynak. Összekulcsolod, kinyújtod a karod, megfeszíted és törzsből nyomod. Ez az. A Police Medic képzésen minden olyan rendőr részt vesz, aki az utcán akár járőrként, akár nyomozóként dolgozik. 90%-ban ugye a rendőrség ér ki a helyszínre, nagy valószínűséggel, és ne az legyen, hogy a rendőr nem tudja, hogy mit csináljon, hanem akkor meg tudja kezdeni így az elsődleges feladatokat, akár egy vérzéscsillapítást, akár egy kompressziót végre, hogy tudjon hajtani, hogy esetleg majd jönnek ugye a mentősök és átveszik ugye a sérültet, akkor már nagyobb valószínűséggel marad életbe. Minket a törvények is kötnek, mert mi arra esküdtünk fel, hogy akár az életünk árán is segítséget nyújtunk. Tehát az a tapasztalat, hogy most már egyre több olyan visszajelzés érkezik hozzám is, meg a többi Police Medic instruktor kollégához is, hogy a rendőrök sikeresen élesztettek újra embereket. Tehát a pozitív visszajelzés meg egyre többször valósul ez meg, hogy vissza lett hozva az emberek az élők sorába. Mit arra gyúrunk rá, itt a
Police Medic 1-es modul képzése során, hogy eszköz nélkül legyen az a segítségnyújtás, az elsősegély megadása, mert ugye mi nem vagyunk úgy felszerelve kötszerrel ezzel az alamazzal, csak az autóban van egy ilyen mentődoboz, amit persze, hogyha kell, akkor tudunk alkalmazni, de alapvetően nincsen nálunk ilyen. Tehát a vérzéscsillapítás is eszköz nélkül, az artériás nyomópontokon keresztül, a végtag felemelésével és a seb direkt nyomásával történik. Az automatizmusoknak a kialakulása a lényeg ebben, tehát az, hogy onnantól elkezdve már előveszi a fegyvert, és már nem kell célozni, hanem ahova kiszúrja a fegyvert, oda fog lőni. És mondhatjuk azért 90% fölötti a találati arány. Minden rendőrnek évente egyszer lőkiképzést tartanak, azok az egyenruhások pedig, akik az utcán teljesítenek szolgálatot, évente háromszor is gyakorolnak. A költött állat fegyverre, fegyvert fognak. A rendőröknek készségszinten kell tudni használni a fegyverüket. Tölts tűz! A lőfegyver használata, a lőfegyver maga az azért egy nagyon súlyos sérülés okozására alkalmas eszköz, tehát ezt azért tudni kell használni minden rendőrnek. A felszerelésünk részét képezi a lőfegyver. Ugye ez is a rendőrségi törvényben van szabályozva, hogy milyen kényszerítő eszközökkel van ellátva a rendőr. Ezeket minden rendőr a fokozatosság elvét használva, vagy figyelembe véve kell, hogy használja, és ebben a legvégső esetben ott van a lőfegyver használat is, tehát így tulajdonképpen kötelességünk bizonyos esetben akár lőfegyvert is használni, és akár egy ember életét kioltani. Itt a lövészeten pedig azt gyakoroltatjuk be velük, hogy amikor már használhatnak fegyvert, tehát már a fejükben megvan az és leképeződik az a kép, hogy nekem most fegyvert kell használni, akkor viszont szakszerűen és minél gyorsabban tudják alkalmazni a fegyverüket. A megyei rendőrök szerencsére nem gyakran kerülnek olyan szituációba, amikor szükségük van a fegyverük használatára. És az egyenruhások többnyire csak akkor nyúlnak a pisztolyért, amikor már tényleg nincs más lehetőségük. Egy személyhez kimentek a lakására, hogy előállítsák, és a személy egy puskával fogadta konkrétan a rendőröket, csak ezt ugye elég nehéz eldönteni mondjuk ilyen 8-10 méteres távolságból, hogy az most egy kis puska, vagy esetlegesen csak egy nagyobb méretű légpuska. És ebben az esetben ugye többször felszólították a személy több lövést adott le a rendőreinkre, és ezt követően használták a fegyverüket. Amikor egy háromfős társasággal intézkedett a járőrpárosunk, és a háromfős társaság nagyon agresszíven, támadólag lépett fel a rendőrökkel szemben. Ők a fokozatosság elvét követve megpróbálták az enyhén kényszerítő eszközöket, gumibotot, gásprét alkalmazni a személyekkel szemben, de tulajdonképpen hát kétkezi munkás emberekről volt szó, úgyhogy ezek egyrészt hatástalanok voltak, másrészt a fizikai erejüknél fogva is már olyan sérüléseket, ütéseket helyeztek a rendőrökre, hogy félő volt, hogy esetlegesen komolyabban megsérülnek, és ezért a kollégám használta a fegyverét ismételten teljesen jogszerűen. Ilyen esetben, amikor nem arról van szó, hogy közvetlenül veszélyben van a rendőr élete, vagy esetlegesen egy állampolgár élete, tehát nem mondjuk egy fegyvert fognak rá, vagy késsel akarják agyonszúrni. Ilyen esetben lehetőség szerint a végtagra kell leadni a lövést. Ugye ebben az esetben is, amikor itt a rájuk támadó agresszív személyekkel szemben használtak fegyvert, ekkor is a lábán lőtte meg a szemét, aki végül is ennek hatására felhagyott a további támadással, és végig tudták vinni, tehát be tudták fejezni eredményesen az intézkedést. A
rendőrök mindent megtesznek azért, hogy a pisztolyt ne kelljen elsütniük, az egyenruhások azonban azt mondják, a jó fegyverhasználati készség magabiztosságot jelent számukra. És ugyanez érvényes minden olyan szakmai ismeretre, amit most már kiképzők segítségével rendszeresen felfrissítenek és bővítenek a főkapitányságon. Bízom benne, hogy a műsorban látott kéklámpásokkal maximum csak a magánéletben találkoznak. Kedves nézőink, ez volt a Kéklámpások májusban. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!